már az amerikai határ mexikói oldalát is ellepték az ukrán menekültek. Ennek az az oka, hogy az Egyesült Államokkal ellentétben Mexikóba vízum nélkül utazhatnak az európaiak. Tijuana a latin-amerikai menedékkérők egyik csomópontja, így a város már fel volt készülve az ukránok fogadására. Az elcsigázott családokat egy kosárlabda stadionban helyezték el. A repülőtérről egyenesen idehozzuk őket. 2-3 napot tölthetnek a befogadóhelyen, ételt és segítséget kapnak, magyarázta a szociális dolgozók koordinátora. Legalább 2000 ukránt már befogadott az Egyesült Államok, de naponta 300 új menekült érkezik Tijuanába, és a menedékkérelmek lassú elbírálása miatt egyre többen torlódnak fel itt. Az oroszok betörtek a házunkba és a szomszédaink házába, és elloptak mindent. Rettegtünk, hogy meg fognak ölni minket, emlékezett vissza Oksana, aki a vérrontás miatt hírhetté vált Bucsából menekült el. Most nagyon hálás a mexikóiaknak, hogy biztonságban lehet, nem éhezik és van tető a feje fölött. Washington 2 hete jelentette be, hogy kész befogadni 100 000 ukrán menekültet. Leonid egyike azoknak, akik már átjutottak az amerikai határon. Az ideút nehéz és hosszú volt, de élünk és egészségesek vagyunk. Köszönöm Istennek, hogy sikerült, örvendezett. A háború előtt már 1 millió ukrán élt az Egyesült Államokban, így a menekülők többsége elsőként valamelyik rokonát keresi fel.